Kedves diákok, kedves hallgatóim, kedves érdeklődők, kedves mindannyian, akik az irodalom iránt érdeklődnek, és örömmel foglalkoznak azzal, örömmel olvasnak elsősorban. Itt most ezen az előadáson ma arról lesz szó, arról az elképesztően botor kijelentésről, kérdésről, hogy hogyan írjunk. Hát bizony, akik az írás mesterségére vállalkoznak, azok Kik szoktak lenni? Tegyük fel először ezt a kérdést. Nyilvánvaló tudósok, de hát tudományos munkákat azok olvasnak, akiket az a bizonyos tudomány érdekel. Olvostudomány, tudomány, genetika, földrajztudomány, tektonika, űrhajózás. Köztük van persze az irodalomtudomány is, de az irodalomtudománytól igazából nem kapunk választ arra a kérdésre, hogy hogyan írjunk. A hogyan írjunk kérdést általában a zsenialitással, az ihlettel szoktuk kapcsolatba hozni, tehetséggel szoktuk, a kreativitással szoktuk kapcsolatba hozni. Most ezek közül tulajdonképpen az a baj, hogy egyik se tanulható. Botor módon adtam ezt a címet az előadásnak, amelyet önök a diasorozaton látni fognak majd, hiszen, hiszen válaszolni a kérdésre nem fogok. Nem tudok válaszolni, mert hogy ezek a bizonyos öröklődő fogalmak, amelyekről beszéltünk, tehetség, stb., ezek nem megtanulhatók, de azt hiszem, hogy fejleszthetők. Tehát ha a tehetségtelen nem is, de a kreativitás igen, és most itt elsősorban a kreativitásról lesz szó, tudnék arról, hogy, mert a régi írók segítenek nekünk, a régi írók műveit alapul véve mi magunk kiemeljünk egy figurát ebből a régi könyvből, mondjuk a Háború és Békéből, vagy Móricz Zsigmond Erdély című regényéből, vagy Kosztolányi Dezső édesannájából, Movister doktort például, és ráépítsünk egy történetet. Tehát akik a könyvhódító pályázatban, a Szombathelyi Berzsényi Dániel könyvtár könyvhódító pályázatára jelentkeznek, Tőlük ilyesfajta munkákat várunk el, tehát teret nyithatnak a saját kreativitásuknak, és most én arra szeretném biztatni őket, hogy nyissanak is teret ennek a kreativitásnak, és e, e, mindjárt e, mielőtt a diákban tovább mennénk, az, egy, az első és talán legfontosabb jó tanácsom bizony az, hogy e, a figura megtalálása a legnagyobb felelősségünk, tehát az, hogy keressük meg, hogy Nemecsek Ernő édesanyja, moviszter doktor, vagy éppenséggel, mondjuk a bűnés bűnhődésből, vagy a Mester és Margaritából a kandúr például megfelelő mellék alak lenne, és írjunk a Mester és Margaritához, E, amely az önök számára is nyitva áll, egy, 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 macskákról szóló állatmesét például, amelynek az a kandúra főszereplője, aki tulajdonképpen egy antropomorfizált kandúl, hiszen beszélni is szokott a regényben, Bulgakov zseniális világhírű regényében, de mégiscsak egy új történet jön létre. Szóval azt hiszem, hogy ez a pályázat azért jó és azért izgalmas, mert olvastat velünk, sokat olvastat, és arra biztat, hogy az olvasmány élményeink közül, azokból egy kicsit emeljünk ki, egy szereplőt, figurát szituációt, és, és itt kapjon teret a mi tehetségünk. Tehát hozzá tudunk tenni valamit azokhoz a művekhez, amelyeket mondjuk, lásd Pál utcai fiúk, hogy még egy példát mondjak, mindjárt kicsit hosszabban is fogok beszélni róla, amelyeket mindannyian ismerünk, amelyek a kulturális szótárunk részei. Tehát tulajdonképpen egy jó epizódot kell nekünk keresnünk, és egy jó epizódban egy karakteres az epizód főszereplőjét, tehát egy karakteres szereplőt, egy karakteres mellékszereplőt, aki valamilyen módon megragad bennünket, akire rá tudjuk építeni az ötleteinket, gondolatainkat, és én ezek közül is hadd emeljek két bevezetésben mindjárt egyet. Én azt hiszem, hogy egy ilyen versenynek, vetélkedőnek igen fontos mozzalata a humor. Tehát, hogy próbáljuk meg úgy feldolgozni a történet, és eleve keressünk ilyen szituációt a műben, és keressünk ilyen szereplőt, aki humoros, vagy már eleve humoros, valamilyen módon, akár szatirikus, tehát a humornak valamilyen mélyebb rétegét képviseli, akár ironikus, akár valamilyen karinti típusú, vagy örkény István típusú abszurd humort képvisel, vagy pedig mi építsük rá ezeket a rétegeket. Mert nagyon fontos célja ennek a versenynek, hogy a mű, amelyet létrehozunk, egyben szórakoztató is legyen, a szó nemes és jó értelmében szórakoztató. A, a, a művek, amelyeket a szervezők felsoroltak, az irodalom magasabb régiójába is tartoznak, ilyen volt az említett Mester és Margarita, amely, amely hát, hogy is mondjam, a legfelsőbb kategóriáknak a lakója, az irodalom történet egén, hogyha elnézést a képzoharért, de mégiscsak ezt egy képpel kellene megfogalmaznunk, és, és, és ilyen a pálutcai fiúk is. Vannak természetesen olyanok, mondjuk a Sherlock Holmes történetek, amelyek inkább a populáris műfajok, a népszerű műfajok köz, felé közelítenek. A, a versenyzők között nem teszünk te különbséget, a zsűri természetesen, a választott mű mind ebből a szempontból, a vetélkedés szempontjából egyenrangú. Tehát az összes mű, tehát tessenek nyugodtan bármelyiket választani, ezek egyenrangúak. Amikor egy írást bírál az ember, jó magam, szinte hetente kapok verses, kötetnyi, Köte, költeményeket, sokszor novellákat, egész regényeket is, hogy mondjak róluk véleményt. Amikor én ezekről megfogalmazom a véleményemet, akkor az alábbi szempontokra figyelek elsősorban, hogy mennyire egyedi a kifejezés módja annak a szövegnek. Ez a legfőbb és a legfontosabb, mert az emberiség legnagyobb találmánya a nyelv. Mindjárt visszakanyarodom majd a gondolathoz, meg, fogják, meg fogjátok érteni, Tehát ebből indulunk ki, hogy az emberiség legnagyobb találmánya a nyelv. A gőzhajó, a repülő, az autó, a mozi, az atombomba, az űrhajó, ez mind nulla a nyelvhez képest. Ha nem lenne nyelv, akkor nem, tal nem is tudnánk kitalálni a az űrhajót, a repülőgépet, a gőzgépet, semmit egyszerűen, hiszen ahhoz, hogy ezek a találmányok létrejöhessenek, emberi kommunikációra van szükség. Na most az író nem más csinál, mint ezt a nyelvet a legmagasabb szinten tudja, és eleget tesz annak a kívánalomnak, annak a vágynak, a saját és a társadalom vágyának és kívánalmának, hogy a létező nyelvi elemek felhasználásával újabb típusú szövegeket kreatív módon, ihlet segítségével létrehozzon, egyedi szövegeket létrehozzon, és ezek az egyedi szövegek lesznek azok, amelyeket mi műalkotásnak tekintünk. Tehát legnagyobb találmány a nyelv, és a nyelv legfontosabb attrakciója az a műalkotás, a szöveg. Ennek pedig nem az a lényege, és bocsánat, most tessék, hadd mondjam kicsit tanárosan, most figyelni, a létrehozott szöveg, és itt most elsősorban epikus szövegekről, tehát történetmeséről, szövegekről beszélünk, azért fontos hangsúlyoznom ezt, nem az elmesélt történet, nem az, ami a műben történik, hanem az, és a, amikor, amikor, amikor a zsűri bírálni fogja a műveket, erre figyel elsősorban, és, és elnézést a magyar magyartalanságért, hogy hogyan van megírva, hogyan fogalmazza meg a szerző, e, mennyire egyedi módon, mennyire különösen izgalmasan, e, e, fantáziánkat lekötő módon azt, e, amiről beszélni szeretne. És erre bizony, nagyon kevés jó tanácsot tudok, konkrét jó tanácsot adni, hogy ezt hogyan kell csinálni, hiszen magam nem vagyok szép író, irodalomtörténész vagyok, magyar tanár vagyok, tehát a műveket próbálom értelmezni, és próbálok rájönni arra, és diákjaimat megtanítani arra, hogy erre a legfontosabb kérdésre, hogy miért szép az adott vers, novella, dráma, próbáljanak meg válaszolni a saját szavaikkal, másrészt szakszavakkal, a tudomány szavaival egy vizsgán nyilván jó, hogyha a diák szakszavakat használ. Amúgy a hétköznapi életben elég, hogy azt mondjuk, hogy tetszik, mert, mert beleéltem maga ilyeneket szoktunk mondani, ugye, hogy miért tetszik, mert beleéltem magam, mert rólam szólt, mert olyan jó volt, olyan izgalmas volt, mint egy krími mondjuk például. Nos, tehát visszatérve a legfontosabbakhoz, ki kell választani a megfelelő szituációt, a megfelelő szereplőt, erre lehetőleg humorral kell építeni, és egyedi módon kell megfogalmazni. Lássuk akkor, hogy a különböző általános jó elhangzott általános jó tanácsokon kívül még milyen konkrét példákat szeretnék mondani önöknek és nektek. Most kicsit néha lefelé fogok nézni, mert a laptopról vetítem magamnak a diát, amelyek önök, amelyet önök a háttérben látnak. Az első kijelentés, amely látszólag nem függ össze az eddig elhangzottakkal, ugyanakkor azonban rettenetesen összefügg, így hangzik egy francia írótól, kritikustól való, hogy az irodalom tökéletesen haszontalan, egyetlen haszna, hogy élni segít. Most azok a művek, amelyeket most ti, amelyeket önök itt írni fognak, kis történetek, novellák, elbeszélések, ezektől természetesen nem várjuk el, hogy megváltsák az emberi létezést, mint mondjuk az evangéliumok, hanem azt várjuk el, hogy ilyen irinyó pirinyót mégiscsak az élni segít mozzanathoz járuljanak hozzá. Tehát, hogy aki elolvassa őket, az vagy nevessen egyet, vagy akár szomorkodjon egyet, de mindenképpen érezze jól magát, hadd érezze úgy, hogy egy icipicit megváltozott az élete, hogy több lett azáltal a szöveg által, mert ez a legfőbb kritérium az irodalomnak, hogy azt érezzük, hogy többek lettünk, egy kicsit jobbak, egy kicsit másak lettünk, Szombathelyen született Vörös Sándor, akit mindannyian ismernek bizonyára, akik ezt a, a kisfilmet nézik, az ő legismertebb mondata éppen ez, és ez is erre vonatkozik, alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Ez a lényeg tehát, hogy, hogy vegyünk egy kis darab szöveget, tegyük hozzá magunkat, és, és határa csillagos ég. Tehát bízom abban, és biztatom önöket, titeket arra, hogy hozzatok létre remekműveket. műveket. Remek művek segítségével remek műveket. És akkor egészen biztos, hogy a mondat, hogy az irodalom tökéletesen haszontalan, egyetlen haszna, hogy élni segít, igazzá válik számunkra is. De, próbáljunk meg válaszolni azért arra a kérdésre, hogy mi a regény. Tudunk válaszolni? Képzeljétek el, nem tud válaszolni a tudomány erre a kérdésre, ezért a legbohókásabb választ odaírtam a diára, amely bizony így hangzik egy Forster nevű szerzőtől, hogy minden 50 ezer karakternél hosszabb szöveget regénynek nevezünk. Nagyjából mondhatjuk, hogy az 5000 karakter körüli prózában írott szövegek, 5-10 ezer, ezeket inkább novelláknak, a 30-40-50 ezeret azt alapvetően kis, nagy novellának, hosszú elbeszélésnek, ezek ugye külön kategóriák az irodalomtudományban, vagy kisregénynek nevezzük, és az 50 ezer fölötti pedig regénynek. Az biztos, hogy a regény az valami olyan mű, amely nagyon sok szereplőt, nagyon sok helyszínen, nagyon bonyolult cselekménnyel, vagy általában bonyolult cselekménnyel sorakoztat föl. Nekünk most alapvetően egy regénynél rövidebb szöveget kell írnunk. Mit vegyünk figyelembe egy prózai mű vizsgálatakor? Ott alul van lent a legfontosabb szó. A kompozíció. Tehát egy regény, írjuk oda azt is magunkban, hogy egy novella, tehát egy prózai mű vizsgálatának legfőbb szempontjai a mellék alak kiválasztása előtt. Úgy gondolom, hogy mérlegelnünk kell, hogy milyen az egész műnek a kompozíciója, majd ebből kiindulva a jobboldali oszlopot felolvasva mondom azt, hogy meg kell vizsgálnunk a térviszonyokat, az időviszonyokat. Egyet kihagyok, a cselekményt, a szereplőket, szereplők rendszerét, és meg kell kérdeznünk, hogy vannak-e a műben szimbólumok. Ugye szimbólumon az önmaguknál többet jelentő dolgokat értjük, de hát mondjuk az iskola határon című Ottlik regényben nyilvánvaló szimbolikus szerepet játszik az iskola, vagy az Abigailben is, ezek ugye tipikus iskola regények, így is szoktuk őket nevezni, az Abigailben is biztos, hogy központi szerepe van annak az épületnek, szimbolikus jelképes szerepe van, amelyben a történet játszódik vagy a háború és békét említettem az előadás elején. Természetesen a csatatérnek, a borodinói csatatérnek abban jelent, vagy a Sherlock Holmesból visszatérve a saját példáinkhoz, de a, a pipa, gondoljunk a pipára, vagy a sapkájára, tehát a, a főszereplő öltözködése is fontos lehet, és ezt a figurát kiemelve, a, ugyan ő a főszereplő, tehát itt most ő nem fog játszani, csak a példát vegyük alapul, viszont a segédje Watson már lehet az önök elbeszélésének főszereplője, és esetleg őrá is adhatunk olyan tipikus vagy jellegzetes ruházatot, amely megkülönbözteti őt a többiektől. Tehát a szereplők, szimból, a szereplők vizsgálatának, a szimbólumok vizsgálata alatt például ilyesmiket értünk. A tévés időviszonyok tehát szerintem annyira maguktól értetődnek, hogy hol játszódik, mikor játszódik, milyen terjedelmű helyszínen, milyen földrajzi helyszínen, délelőtt este, nappal, októberben, novemberben, áprilisban Két évszázaddal ezelőtt, vagy a jövőben például, mondjuk, vagy vegyünk ilyen klasszikus regényt, mint Orwellnek az 1984-e, amelyet 48-ban írt, tehát akkor még jövő volt, de ma már a, a meghaladtuk e, majdnem 40 évvel, és ma már múltként olvassuk. Erre is figyeljünk a saját kis történetünk megírásakor, hogy milyen időviszony, hogy konzekvens, következetes idő- és térviszonyokat hozzunk létre. De a kulcselem, a kompozíció mellett, őket, ezeket írtam, tehát pirosan, az a narráció. A narráció, vagyis az elbeszélés módja a legfontosabb minden prózai szövegben, és az önök számára is, hogy világosan, az olvasó világosan megértse, hogy ki az elbeszélő, egy, tehát egyes szám első személyű például, többes szám első személyű például, és ezt következetesen végig kell vinni, van-e a szövegben önmegszólítás mondjuk, tehát beszélget önmagával esetleg a szereplő, van-e benne monológ, vagy esetleg, ami a leggyakoribb, egyes -egy szám harmadik személyű, úgynevezett minden tudó elbeszélővel van dolgunk. Ez a minden tudó elbeszélő az a, legszokványosabb, ugyanakkor legzseniálisabb is persze elbeszélői pozíció ő az, aki mindent tud, mindent lát, olyasmiről is tudomása van, amit a szereplők a műben nem látnak. Tehát benéz a függöny mögé, az ajtó mögé, a zárt épületben, úgy hozza létre a feszültséget, hogy, hogy a szereplő nincs ott, nekünk leírja, és ebből mi arra következtetünk, mondjuk egy krimiben ennek kulcsjelentősége van, hogy mennyire izgul a szereplő, hogy, hogy, hogy a végkifejlet hogyan alakul. Tehát a kompozíció az az egész műnek a szerkezete, itt legfontosabb az, hogy mindig legyen benne feszültség, legyen csúcspont, egy elbeszélő műben, a másik tehát a narráció, amely az elbeszélői szólamokat mutatja meg számunkra. Tehát mielőtt bármibe fognánk, ezeket gondoljuk végig és milyen műfajokban, most ez egy kicsit bonyolult lesz, bocsánat, de, de, de nagyon, nagyon fontos, hogy erről egy kicsit beszéljünk. Tehát az, amit csinálunk, az nem más, az irodalomtudomány is így tartja számon, hogy átírás. Tehát átírunk meglévő műből vett motivumokat, ne, magát a művet is esetleg, mert szöveget is emelhetünk át, szövegrészt is emelhetünk át a mi, mi novellánk elbeszélésünk megírása közben. Azonban ennek az átírásnak, különböző műfajé lehetségesek, és ezeket most szeretném megosztani önökkel. Tehát intertextualitásról beszélünk akkor, amikor szövegek egymás közötti kapcsolatait vizsgáljuk, vagyis azt, amit önök most csinálni fognak, amit ti most diákok csinálni fogtok. Ennek a fajtái az evokáció, amikor szó szerint idézünk az eredetiből, az allúzió, amikor emlékeztetünk az eredetire, mindjárt mondok példát rá, a parafrázis, amikor átírjuk az egészet, az egész eredetit, megtartjuk annak a fő motivumait. A posztmodern magyar irodalomban rettenetesen sok átírás születik. Orbán Ottótól Parti Nagy Lajosig sok költő ír Kovács András Ferenc régi verseket, prózában ritkább, de ott is előfordul. A palimpszest pedig azt jelenti, hogy az új mű nagyon hasonlít, olykor szó szerint azonos az eredetivel. És végül akkor nézzünk egy példát, E, e, tessék elolvasni a dián bal oldalon szereplő, balra lent szereplő két sort, Kostolányi Dezső hajnali részegség című versének gyönyörű, szép, emelkedett e, a világgal szembesülő költő önvallomása után következő e, e, zárómozzanat. Mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. A kegyelem állapotának megértése. Parti nagy Lajos csak annyit csinál, hogy elhagyja a K Ugye, mennyire más jelent a K nélkül? Mégiscsak egy nagy ismeretlen úrna vendége voltam. Tehát nem csak a szöveg, hanem valamilyen szövegnek a hiánya is jelentést hoz létre. Nézzük akkor, hogy az irodalom eddig, az irodalom története milyen klasszikus példákat hozott létre az átírásra, és jelesül, ami most számunkra legfontosabb, a mellékalakok kiemelésére és továbbírására. Hát kétségtelen, hogy ebben a műfajban is a klasszikus Shakespearehez kapcsolódik. Tom Stoppard drámájáról van szó, amelynek ez a címe, hogy Gildenstein és Rosenkrantz halott őket láthatják most a képen, hát egy eléggé éppen tragikus képen, de azért látszuk, látjuk az arcukon, hogy ez a, ezek az arcok, nyilván a színészek arcáról van szó, a színészek megjelenítette figurák, ezek nem, nem csak a tragikum, hanem valami, valamilyen irónia, valamilyen keserűség érzését is mutatják. Tehát ezek a mellékfigurák a Hamletben jelennek meg, ugye Hamlet iskolatársai, stb. stb. most nyilván nem fogjuk ezt végelemezni, és a Tom Stoppard 1970 körül megírja ezt a darabot, és egy, egy új, új műfaj lehetőségét nyitja meg. És tulajdonképpen ezzel kezdődik az előbb említett sor, hogy a postmodern különös erővel figyel az ősökre, a régiekre, és és veszi kézbe újra őket és írja át őket, és helyezi új tükörreflex elé. Tehát, hogy, hogy, hogy más megvilágításban mi, mi, mi kérdezi, teszi fel a kérdést, más világ, megvilágításban milyen értelme van ugyanazoknak a dolgoknak. Nos, ez a két figura, ez, ez tragikus véget ér valóban, és belehal ebbe a, a, a történetbe, de az egész történetnek minden keserűség és tragikuma ellenére van valamilyen felemelő mozzanata, egy kicsit talán belemagyarázásnak tűnik elsőre, de, de valami olyasmi, amit majd én az előadás végén Örkény Istvánnál szeretnék megismételni, hogy, hogy, hogy a mellékalakok is lehetnek főszereplők. És a belemagyarázásnak érezhető része itt jön, hogy, hogy mindannyian a létezés mellékalakjai vagyunk, de mindannyiunk életében történhetnek olyan mozzanatok, pillanatok, amikor főszereplőkké válhatunk legalább a saját létünkben, vagy a saját családunk, vagy a saját kisebb közösségünk, tehát nemzetünk létében egy család számára egy gyerekszületés biztos, hogy a főszerepet jelenti. Sajnos ilyen a temetés is. Tehát a, a, születés és az elmúlás pillanatai, ezek mindannyiunk számára olyan pillanatok, amelyek a lét legmagasabb szféráiba emelnek bennünket, átéljük embermi voltunkat akkor, amikor szembesülünk a teremtődéssel és szembesülünk az elmúlással. A költészet 90%-a erről szól. Nos, azt hiszem, hogy azért szeretjük a mellék alakokat, mert, és egy nagyon szép példa jut eszembe, hadd mondjam el önöknek, Gyarmati Fanni Radnóti Miklós felesége 70 évig hordozta az özvetség gyászát, és amikor megkérdezték tőle, hogy Fannika miért nem lép ön soha a nyilvánosság elé, akkor ezt mondta, hogy azért, mert azt szeretném, hogy a fény mindig Miklósra essen. Tehát ezek, a mellékalakok nem csak a saját létezésünk mélyebb átélésével biztathatnak bennünket, hanem a mellékalakok figurájai megtanítanak az alázatra. Erre a fajta alázatra, amelyet Fifi néni érzett férje Radnóti Miklós iránt. Aki, aki kivonult a fényből, hogy a fény mindig Miklósra essen. Gilderstein és Rosencrantz is kivonul a fényből, hogy a fény mindig hamletre essen, mondhatnánk akár. De menjünk tovább. Nézzük meg a mi kedvenc könyvünket. Úgy értem, hogy abban a kulturális szótárban a magyarság kedvenc könyvét. Pár évvel ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt, körülbelül a kedves nézők akkor születtek, 2005-ben, ha jól emlékszem, volt a kedves nézők jelentős része, tehát eh, volt egy úgynevezett nagy könyvmozgalom Magyarországon, amelyet az egri csillagok és a pál utcai fiúk, úgy emlékszem az egri csillagok nyerte, de talán második lett, vagy harmadik a pál utcai fiúk. Érdekes volt, hogy a kötelező olvasmányok szerepelnek a legjobb helyeken, de ez egy másik kérdés, a pál utcai fiúkat mindannyian imádjuk. Vajon miért? Most éppen a reneszánszát éli. A magyar színházak legalább három helyről tudok, a Vígszínházban, színházban, Budapesten, a Győri színházban és a Szombathelyi színházban is. Műsorom van, magam is láttam a Vígszínházi előadást, amely valóban katartikus volt. Ez az irodalmi művek lényege, amikor 700 ember vastapsal, felállva, sikítozva, szó szerint ez történt 2019. december 31-én a délutáni előadáson voltam ott a Vígszínházban, és, és, akkor miért? Azért, mert Nemecsek Ernő és Bokaná János mellett azok a mellékalakok tették meghatóvá ezt a történetet számunkra, akiket most a kivetített dián idézek az önök emlékezetébe. Gerébet az árulót, akiben csalódtunk, kolnait, csónakost, barabás, cselét, akiknek a nevére emlékszünk, de beazonosítani nem is nagyon tudjuk őket. Viszont vagy ott van a tanár úr, akit, akit szintén egy zseniális színész alakított a Viszhínházbeli darabban, Belőle is lehetne egy jó kis történetet írni, hogy hogyan látja az ellenkező oldalú, vagy Janó, a Grund portása idéző ebben, a Grund őre, hogyan látja azt, ami ott a szemeléti történik. Vagy a másik oldalon, bal oldalon a pásztorokról is lehetne írni egy jó kis történetet, vagy Ácsferiről hogyne? hogy, hogy Ácsferi hogyan éli meg azt, amikor, amikor elmegy meglátogatni Nemecsek Ernőt a regény végén. És, és hogy, hogy, micsoda önlegyőzés kell ahhoz, megint csak alázat, szerénység, visszafogottság, hogy, hogy, hogy elismerje az ellenfél méltóságát, és, 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 abban még, még, még szeretne is részt venni, és őszinte jó kívánságait szeretné kifejezni. Fábri Zoltán zseniális és halhatatlan, majdnem Oscar díjas filmje 1968-ban képes ezeket az érzéseket közvetíteni. Képes, nézzék meg ezeket az arcokat. Ugye az egyik pásztor, nemecsek középen és boka látható a jobb oldalon. Azok az érzések, ugyanazok az érzések, mindhárom három fiúban, mindhárom három fiú arcáról leolvashatók, közülük ugye a jobboldali kettőt tartjuk főszereplőnek, és közülük is nemecseket a legfontosabb főszereplőnek. Milyen érdekes az is, amikor egy főszereplő meghal a regény végén, erről külön 20 percet lehetne beszélni, ugye? Hogy, hogy, hogy az író miért dönt úgy, hogy a legkedvesebb szereplője meghal. Általában a hollywoodi történetekben nem halnak meg, hanem boldog csókkal, öleléssel, mosolyjal üdvözlik egymást a főszereplők. De a komoly, az igazi, a, 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 a lelkünket megmozgató regényekben sajnos a főhősök meghalnak. Vagy, vagy, vagy nagyon gyakran meghalnak. Azért, mert éppen azáltal éljük át azt az egyediséget, amelyet ők képviselnek. És amikor a mellékalakokról írunk történetet, akkor én azt hiszem, az is egyik írás technikai kulcsmozzanat, hogy próbáljuk meg érzékeltetni a majdani olvasóval azt, hogy a, a jelentéktelenségével eddig a szövegben eltűnő figura e, hogyan válik igazán jelentőssé, mitől válik, mert valami olyat tesz, valami olyan jellem van, hát lehetséges, hogy megváltozik a jelleme, hogy eddig olyan sumákolós volt, most pedig ő lesz a, a Dukovics titusra gondoljunk például, senki nem tudta, hogy kicsoda ő, addig, amíg meg nem tette azt, amit tett. Egy történelmi példával élve. De de, de millió példát hozhatnánk a regényekből is, amikor egy mellék alaknak, most hirtelen Robin Hood figurája, illetve mellékalakja, vagy péntek a Robinson Crusoe-ból jut eszembe, akiknek szintén sorsfordító szerepük lehet. De, de a legyek urából, vagy a két évi vakációból, vagy a, a beszélőköntösből, vagy a, a, nem tudom még, a tüskevárból is idézhetnénk olyan figurákat, akiknek sorsfordító szerepük lesz a regényben. Magyarán összefoglalva olyan szereplőt válaszunk, akinek tudunk valami jelentős cselekedetet adni a kezébe, hogy önmaga legyen hogy példát mutasson másoknak, hogy akár, akár hogy feláldozza önmagát mert ha hazáért az ember ezt megteszi, mindannyian emlékszünk rá, hogy szabadság szerelme, kettő kell nekem, szerelmemért föláldozom az életet, szabadságért föláldozom szerelmemet. Az élet viszonylag egyszerű, csak ezt az értékrendet kell betartani. És a mi kis novellánk, amelyet nem, a mi nagy novellánk, amelyet írni fogunk, ennek is ezt az alapvető értékrendet kell tükröznie. Minden novellának valamilyen értékrendet világosan közvetítenie kell, hogy mi az igazság hogy mi a hamisság, hogy, hogy, mi a lényeg a dolgok mögött, hogy, hogy, ki az igaz ember, ki a hazug ember, ki a kicsit hamis ember, ki az, aki belemegy megengedhetetlen kompromisszumokba. Hát ugye Geréb ilyen az áruló. Hiába békülnek meg a végén, de, de ő már örökké az áruló marad. És az áruló, és árulóként él tovább a mi emlékezetünkben is figyeljétek csak meg, ha ezt a szót halljátok, ezt a nevet, mindenkinek ugyanaz jut eszébe. Madács Imre, az ember tragédiájából is. Hadd idézzünk néhány példát, és a bánk bang -bangból. nézzétek csak ott lent a bal oldalon, a sárgával írt figurák, mindegyikből lehetne, mindegyikről lehetne egy kisebb drámát írni, vagy Érdekes, a műfajváltás kérdése eddig erről nem beszéltünk. Tehát olyan irodalmi alak is lehet a mi hősünk, aki egy másik műfajból került ide. Tehát egy drámából is írhatunk egy egy prózát, egy prózai műből is írhatunk. Ez, ez még viszonylag gyakori is. Ne felejtsétek el azt, hogy a, a mozifilmek jelentős része irodalmi adaptáció. Tehát, irodalmi, és ott a, a munka első része az, hogy a hosszú prózát átírják párbeszédekbe hiszen ez nem film, amelyben felolvasnak egy regényt, az egy hangos regény, az egy teljesen megint csak más műfaj. Ha lenne időnk, akkor, akkor szívesen végig elemezném, hogy Tiborca főszereplője egy drámának, vagy Petúra főszereplője. Mint hogy az első felvonásnak körülbelül Petúra főszereplője egyébként, csak aztán másfelé viszi a sorsokat az élet. Az ember tragédiájában minden színnek másik főszereplője van, de az egészben mindegyik mellékszereplő. Még Éva is. De Milti, Ádész, Kepler, D'Anton, vagy az Eskimo? netán Michelangelo? Tehát látjátok, ez is érdekes, hogy valóságos szereplő és nem valóságos szereplő is lehet mellékalak. Kamarás István csiga meséjében például szerepel Makovec címre. vagy Lázár Ervin a Négy kerek kerekerdő című novella sorozatában, a, 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 emlékeztek rá, jönnek a pomogácsok. Hát ez nem más, mint Pomogács Béla nevének elrejtése. Ti is írjatok ilyen játékokat bele a művetekbe. Ma ismert figurák, színészek, sztárok, akár politikusok, bárkit, akit, akit a médiából ismerhetünk, az mindig egy csavart, egy furfangot, egy játékosságot vihet bele a szövegbe az ő szereplése. De ilyenek az úgynevezett spin offok -ok is, amikor egy mellékszereplő új sorozatot kap, a Munkaügyek című showból, vagy, vagy sorozatból emelték ki Tóti Jánost, Mucsi Zoltán zseniális alakításában, és ráépítettek egy, egy, hát azt tudom, hogy az egyik évad 52 részes volt, de, de talán három évados volt, úgyhogy nem, talán mondhatom, hogy száznál több részt egy mellékfigurára. Tehát most a legbátrabbakat bátorítom tovább kreativitásukban azzal, hogy azt mondom, hogy olyan szöveget tessék írni, amely több részből áll, amelyek össze... Novella füzért, ne csak egy átírást ötöt, tizet, század, tehát eh, akár ezek rövidek is lehetnek, de legyenek egymás folytatásai, az mindig különös izgalmat olvashat, okozhat az olvasónak. Gondoljátok el azokat a szenvedélybetegeket, sorozatfüggőket, akik minden részt megnéznek a televízióban vagy az interneten. Nos, a közönség a ti novellátok iránt is így viszonyuljon, azt kívánom, hogy ne tudja letenni az elsőt, és már is következzen várja a következőt. És néhány konkrét eh, tanács. Milyen címet adjunk? Szimbolikusat? Tárgy megjelölőt? Rövidet? Hosszút? Aprólékosat? Ironikusat? Ezeket most nincs időm végigmondani, inkább azt javaslom és kérem, hogy aki szeretné ezt tudatosan végiggondolni, az nézze meg majd újra ezt a felsorolást, amikor ez a dia következett, és gondolja tudatosan végig. Ne csak ezt, azt is, ami a jobb oldalon látható, hogy címfokozatok vajon legyenek? Tehát egy novellában nem nagyon szoktak alcímeket adni, de volt az irodalomnak olyan korszak a 19. század, amikor nem csak arcímet, hanem a fejezet alatt e, 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 olvashattuk az egész fejezet szinopszisát, összefoglalóját, tehát ez is egy ilyen mondjuk a modernek közül a már említett iskola határon című otlik regény, amely 59-ben jelent meg először, és mégis a, egy 19. századi formulát idéz. Tehát még egy jó tanács, ez is érdekes, hogyha a múltban már megtörtént politikai formákat idézünk. Tehát olyan eszközöket használunk, amelyet az írók korábban használtak, ennek is lehet ironikus, vagy groteszk, vagy humoros, vagy éppen tragikus hatása. Mondok egy címet, jobb alsó sorokban látható, ez egy tudományos előadás címe. Adalékok a nibelungének gének utolsó négy sorának legújabb kori befogadás Hát nyilván ez komikus, ilyen címet ember nem ad a novellájának, de lehet így is. Nekem például az egyik kedvenc címem, Iszlai Zoltán könyvének címe, amikor a nagyapám átsielt Finnországba. Tehát ez egy annyira izgalmas, kihívó, érdeklődés keltő cím, hogy mindenképpen ö, ö, fölkelti az olvasó érdeklődését. Kedves gyerekek, kedves felnőttek, vannak önök között felnőttek is, egyetemisták, a legfontosabb a szövegtagolás. Tehát, ha ez az előadás egy dologról szólna, akkor a szövegtagolás. Ugye a legelején a kompozíciót mondtuk, az tartalmi kérdés, formai kérdések közül a legfontosabb. Ne felejtsük el a bekezdéseket. A magyar nyelv szövegtagoló egysége a bekezdés. Ezt vagy behúzással, vagy dupla emeléssel, amit nem ajánlok, az inkább tudományos munkákba való. Tehát tessék megnézni már létező magyar szövegeket, regényeket, novellákat, és azokban mindig látjuk, hogy az új egység az bekezdéssel jelölődik. Ez a legfontosabb tanácsom. Nézzük meg, szaladjunk végig néhány képen. A képek jelentősége, főleg a vloggerekre gondolok most elsősorban. Az állóképek, a mozgóképek jelentősége, csak néhány tanács, ez egy jó kis humoros két-három képet a Facebookról törtöttem re, hogy, hogy a különböző befogadók mennyire különbözően érzékelik ugyanazt, a mi novellánknak is ilyen befogadói lesznek, vagy a mi videónknak is ilyen befogadói lesznek. Számítsunk arra, ezért kell rettenetesen meggondolni, ugyanakkor nem lehet túl gondolt, hanem spontánnak is kell lennie az alkotásunknak. A műalkotás lényege, hogy úgy spontán, vagy úgy, bocsánat, úgy tudatos és szándékos, hogy végig spontánnak tűnik. Tehát amikor olvassa az olvasó, akkor azt érzi, hogy ez most történik először, hogy ez vele történik, hogy ez nem történhet másképp. A következő egy szép templom belső, ott a fényekkel játszottak el az alkotók. Sötétség, világosság, dihotómiák, ellentétek, lent, fönt, szondikét apródja, felhőbe hanyatlott a drégeli rom. Tehát ilyen kompozíciós elemeket használjunk időben és térben, tehát lent, fönt, kintben, sötétség, világosság, stb. stb. Vagy ez egy, ez egy tragikus, Tóth Péter Lóránt versvándor fotója Liberecben, ez egy holokauszt emlékmű, ugye mindenki rájött. Tehát, hogy a szimbólum hogyan az, az Auschwitzba hurcolt zsidók vonatának a sínyét függőlegesbe állítva, tehát egy másik térdimenzióval egy epikus történetet idéz, és nekünk azért fontos, mert Radnóti Miklós Liberecben volt textilmérnök hallgató. Tehát így épülnek a különböző jelentés rétegek egymásra egy kiinduló pontból, egy prózai szöveg esetében is. Vagy megint egy Facebookos, hogy épül a groteszk? Egymásnak ellentmondó jelentéselemeket teszünk egymás mellé. Új élet utca, zsák utca. Nem kell hozzá kommentár. Vagy az egyik kedvenc képem egy idősebb barátom, Trömböcki Péter újságíró, aki amatőr fotós, gyönyörű képe arról, hogy milyen a kezdet és a vég. Baloldalon oldalon az öreg nénit látják, aki kinéz a napsütésbe. Az, a, még a kerítés is az elmúlást. Nyitottság, bezártság, szürkeség, stb. Nem is mondom, vagy másik kedves barátunk, Szent István festő és fotoművész ablakmadárral. A pillanat milliómod részét kapta el a fotoművész. Csodálatos kép. Vagy egy vicces, ilyen egy könyv, szóval ilyen egy könyv, és mit lehet ehhez csatlakoztatni? Hát az agyadat, természetesen. De menjünk a humor felé, és végül három adi kép, egy homokszobor, tehát hogy ugyanannak a tartalomnak milyen formai megvalósításai lehetségesek. Adi homokszoborban, Zilakra járt Adi iskolába, ezt nemrég fényképeztem, amikor Zilak felé autóztam, egy benzinkutnak ez a neve, nem Adiról nevezték el, a véletlen kulcsfontosságú a véletlen az önök művében is, és hát bocsánat, hogy jó magam vagyok, látható, de ez a, ez a tábla, ez mindent elmond a XX. századról. Amikor a románok elnevezték Érmint Szentet a legnagyobb magyar költőről, ez nézetem szerint egy olyan megbékélés felétett gesztus, amely páratlan még talán a világban is. Befejezésül nézzük akkor, a mellékalakok jelentőségét, és hadd fogalmazzak meg néhány jó tanácsot azzal kapcsolatban, most már egészen konkrétan, szinte szövegszerűen, hogy mit javasolok kreativitás szempontjából a számotokra, az önök számára az első törvény az, amit ott alul megfogalmaztam, hogy az átírás mindig a kompozíció átrendezésével jár. Tehát ez mindenki számára világos, hogy ha kiemelünk egy mellékalakot, akkor az egésznek a kompozíció megváltozik, és nekünk egy új kompozíciót kell, beszéltünk már erről egy kicsit, létrehoznunk. Válasszuk ki a karakteri Ez a következő jó tanácsom. A főalakok ugye mindig a, a legfontosabbak. Nekik sorsuk van. A mellék alakok idézőjelben mellékesek, őket a véletlen jellemzi. Tehát én magam irodalmárként, irodalmi történészként úgy gondolom, hogy ez a kulcs szó. Tehát ha a főalakoknak sorsuk van, a mellék alakokat sorsát a véletlen rendezi. Tehát egy olyan szegmens, egy olyan részletet kell kiemelnünk, amely akár vélet, úgy olyan érzésünk van egy nagy műben, remek műben, sosincs véletlen, de mégis olyan érzésünk van, hogy ha az nem lenne ott, a regény akkor is megállna. Hogyha az a szereplő nem lenne ott, akkor is, akkor is megmaradna a mondjuk a Karamazov testvérek című Dostoyevsky regény, vagy Krúdi Gyula szintbádja. Az a lényeg, a harmadik oszlop, hogy ez a figura, akit megteremtünk, akit kiválasztunk, hiteles legyen. Tehát, hogy a hitelességéhez tudjunk valami. hogy őszintének tűnjön más szóval szólva. Tehát az olvasó, amikor olvassa, akkor ne érezze azt, hogy egy mesterkérten létrehozott valaki, hanem azt érezze, hogy belülről él, hogy ő, ő, hogy az olvasó hozza létre, azonos vele, azonosul vele, vagy ő teremti meg a saját fantáziájában. És még egy, egy fogalmat tennék oda a drámaiságot, főleg azokat, akik a, a színház világa iránt érzékenyek, hogy esetleg párbeszédes formák erősítésével a drámaiság is továbbfokozható. Szóval mindig azokkal foglalkozunk, akikben érzünk valamilyen csavart, valamilyen plusz lehetőséget, akik, akik egyfajta hiányt is a nagy műben való jelenlétükkel, hiányt is jelentenek, és őket érdemes kiemelni. Akiknek tehát nem sorsuk van, hanem véletlenszerű az életüknek a műben szereplő része, mint például Tóth János, akit az előbb idéztünk a spin-off filmből. A megírás lényege azt hiszem a koncentráció és az ihletettség. Tehát addig ne írjunk, amíg nem érzünk ikletet, mert addig csak feladatot teljesítünk. Ha a, Akkor érdemes belefogni minden ilyesmibe, amikor érezzük, hogy belül megmozdult valami. Tehát, hogy vagy a történet miatt, amit olvast, amelyet olvastunk, a, a nagy mű, a remek miatt, vagy annak valamelyik szerep, ilyet kell keresnünk, ugye, egy valamelyik szereplője miatt, lehetőség szerint, az egésznek a, a, a emelkedettsége miatt, a tragikuma, a szomorúsága, a szépsége megrendít bennünket, tehát, és akkor ez beindít bennünket, gyerekek, szóval azt, ez nagyon nehéz, nem is lehet megmagyarázni, mi az, hogy alkotás, de abból kell megéreznünk, aki tíz másodpercig érzi, hogy alkotnia kell, annak érdemes megírni egy ilyen szöveget, meg bármilyen más szöveget is. Most egy kicsit túlzás fogok mondani, de talán értitek a hasonlatot. Rilke nevű költőre a XX. század elejéről, Rainer Maria rilke mindenki emlékszik, középiskolai anyag az arhaikus Apolló Torzó. Van egy olyan című verse, van egy olyan műve, amelynek az a címe, hogy levelek egy ifjú költőhöz. Ebben fogalmazza meg, egy dilettáns költő küldi neki a verseit, hogy mondjon véleményt róluk, és akkor azt mondja, hogy, hogy csak akkor írjon, ha úgy érzi, hogy írnia az élete árán is szükséges. Tehát, hogy akkor írjon, hogy ha, ha, ha belehal abba, hogy nem írhat. Nagyjából ez a lényege. Ezt most természetesen mondom még egyszer, hogy túlozva mondtam, tehát ebben a versenyben résztvevőknek ezt nem kell ilyen végzetesen végig gondolniuk, csak arra szeretnék figyelmeztetni, hogy az írásnak ilyen súlya van ott a magasabb régiókban, amelyekhez mi nem értünk. De itt lent, a porban, ahol mi élünk, itt viszont. Érdemes figyelembe venni, hogy milyen értékek vezérlik a legnagyobbakat. Mert, mert mi őket utánozzuk, a műveinkkel is, meg a létezésünkkel is, de őket utánozni érdemes. Szóval ezek közül is, amelyeket a jobb oldalon felsoroltam, az én legfontosabb tanácsom a negyedik. Biztos elolvasták a, a többit közben, hogy a kevesebb mindig több. Tehát megírjuk a művet, és nézzük meg, hogy mit lehet kihúzni belőle. Ezt az ötletet Kosztolányi Dezsőtől vettem egyébként, azt hiszem elég jó referencia Örkény Istvánt a végezetül szeretném még a figyelmükbe ajánlani. Olvassanak sok őrkényt, hiszen örkény nem más, mint a mellékalakok műfajának feltalálója. A mellékalakok műfajai az egyperces novellák. Mielőtt belefogunk a versenyfeladat elkészítésébe, kötelező mindenki számára legalább 24 darab örkény egy perces elolvasása. Néhány címet felsoroltam, a fasírt, a sohajnak beillő szózat, művő, sütőfia, sütő gondolatai, stb. stb. Vagy a mi mindent kell tudni, vagy hát ki lehetne mellékesebb egy pocsajánál, egy mellékesebb figura, egy pocsolya emlékiratai, de a macskajátékból vagy a tótékból is felsoroltam néhány lehetséges szereplőt. Szóval örkény nagyon sokat fog segíteni önöknek, nagyon sokat fog segíteni nektek. És végül eljuthatunk ahhoz az érzéshez, amelyhez én jutottam el, nem olyan régen, amikor egy országos versmondó versenyen zsűriztem, 2019-ben Tatabányán kijöttünk a. a, a az épületből, az Agóra a kulturális központból, és ezzel az épülettel találtuk szemben magunkat. Kétségtelenül megbizonyosodtunk benne, hogy ha a világot nem is, de ezt az épületet egészen biztosan a vers, vagyis az irodalom tartja össze. Köszönöm a figyelmet!